Mi magyarok egy szabadság szerető nép vagyunk, így nyilatkozott Orbán Viktor a Budapester Zeitung nevű Magyarországon megjelenő német nyelvű lapnak. A miniszterelnökkel a közelmúltban tett berlini látogatás alkalmából készítettek interjút. Orbán Viktor leszögezte, Oroszország erőszakkal és a nemzetközi joggal szembeszegülve akar változásokat elérni Ukrajnában. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy Európa jelenleg úgy támogatja Ukrajnát, hogy közben Napról napra nagyobb a veszélye a háború átterjedésének az EU országaira. Többek között a múlt heti berlini munkalátogatásáról és Olaf scholz folytatott megbeszéléseiről is kérdezte a budapesti székhelyű német nyelvű Budapester Zeitung munkatárs Orbán Viktor. A miniszterelnök nagyon intenzívnek nevezte a német kancellárral folytatott, csak nem két órás megbeszélését, majd hozzátette, a kancellát is adó SPD ma a legmagyar ellenesebb párt Európában. Ilyen körülmények között természetesen nagy erőfeszítéseket igényel a német-magyar kapcsolatok ápolása. A magyar kormánypárt CDU-CSU-hoz, illetve az Európai Néppárthoz fűződő viszonyáról azt mondta a kormányfő, nincs reménye arra, hogy ezek a pártok újra konzervatív irányt vegyenek. Nyugat-Európa jelenlegi állapotával kapcsolatban Orbán Viktor azt mondta, a magyar társadalom sokkal plurálisabb, szabadabb és békésebb, mint a német társadalom. Mi magyarok egy szabadságszerető nép vagyunk. Aki azt gondolja, hogy ezt a háborút orosz-ukrán tárgyalászájára, az nem ezen a világon él. A hatalmi realitások mások. Az amerikaiakkal kell tárgyalni. Ahogy a berlini panelbeszélgetésen, ugye mostani interjúban is a miniszterelnök megerősítette, az orosz-ukrán háborút csak egy orosz-amerikai tárgyalás zárhatja le. A konfliktus jelenlegi állására utalva pedig Orbán Viktor hozzátette, egy veszélyes, eszkalációs spirálban vagyunk, majd kijelentette, Európa ma ennek a háborúnak az egyik vesztese, az USA pedig az egyik nyertese. A kárpátaljai magyarok helyzetéről szólva a miniszterelnök emlékeztetett, a minépünkből már 200 halálos áldozatot követelt a háború. Az Európai Unióról szólva kijelentette, Európának saját szuverenitása érdekében sokkal többet kellene tennie katonai téren, és egyben sürgette egy önálló európai hadsereg felállítását is. Amit a bizottság csinál a szankciók ügyében, az katasztrofális. Az Európai Bizottság és Magyarország közötti viszonyról Orbán Viktor azt mondta, az EU sohasem hagyott kétséget afelől, ha úgy viselkednénk, mint a többiek, nem lennének problémáink az uniós forrásokkal. A Magyarországnak jár uniós pénzek visszatartásáról és a bizottság kérésére meghozandó 17 törvényjavaslatról pedig úgy fogalmazott, arra számít, hogy az év végéig alá tudják írni a szerződéseket. De hozzátette, most a 17 követeléssel foglalkozunk, mindent teljesíteni fogjuk, de lefogadom, hogy közvetlenül ezután lesz egy 18 egy 19 és így tovább. Majd rögzítette: Feltételezem, hogy az év végén felszabadítják a nekünk járó pénzt. Ha ez nem történne meg, az beláthatatlan konfliktusok sorozatához vezetne. Az unió jövőjéről szólva a miniszterelnök úgy fogalmazott: Ha nem térünk vissza oda, hogy a bizottság inkább a szerződések őre legyen, mintsem politikai testület, akkor az unió egysége komoly veszélybe kerül.